nagyon szorgalmas diák Sóti Gábor börtön kutyalopásért, malomtörténeti hely Karcagon, hurokcsapdával vadászott. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 9-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun református általános iskola végzősével, Sóti Gáborral beszélgettünk arról, hogyan képzeli el jövőjét 10 év múlva. Fél évkor 4 tárgyból volt csupán 4-ese, a többiből 5-ös kapott, így év végére a kitűnő a célja. A tananyag mellé sokszor hozzáolvas, mert fontos számára főleg a versenyek előtt a plusz információ. Fél évkor volt 4 darab 4-es sem, és a többi tantárgyból viszont 5-ös voltam. Mi volt ez a mumus, amivel nem sikerült az 5-ös? Matematika, földrajz, biológia. Mennyit tanulsz egyébként? Tehát mennyit olvasol hozzá, vagy mennyire fontos számodra, hogy plusz dolgokat is olvassál? Hát eléggé sokat tanulok pluszba, főleg én versenyezni szoktam irodalomból, informatikából, meg még amíg volt hon és népismeret, abból is. Informatikából most is zajlik egy verseny, abból egész sokat szoktam még mellé dolgozni, irodalomból is egész sokat olvasok, és hát hon és népismeret is érdekel. Mi a legnehezebb számodra most így 8-ban? Hát igazából nagyon sok tantárgy van, és mindegyik eléggé nehéz, és egy napra felkészülni. Ez mit jelent? Hazamész, jönnek a galambok, amiket azért meg kell nézni, el kell látni, ez a kikapcsolódás, és utána ülsz le az asztalhoz. És utána leülök tanulni, és nagyjából, hát nem is tudom, eléggé sokat, úgy 6 óráig folyamatosan tanulok. De ebbe benne van a plusz is, amit mellé olvasok. És ez a neten való keresésben, vagy szakkönyvekben, tehát mit szeretsz, inkább kézbe fogni azt a könyvet, vagy inkább ráklikkálni, és megnyitni? Igazából az informatikából ott kipróbálni szeretem a dolgokat, viszont egy irodalmat ott például könyvben megfogni és elolvasni. Mit olvastál legutóbb? Legutóbb? A himnuszt kellett elmondanom a Magyar Kultúra napján, és az volt a legutolsó ilyen olvasmányom. De most van egy könyv, az a Ellie Lawrence, azt hiszem, és neki volt a Óriások című könyve. Mennyire vagy földhöz ragadt ebből a szempontból? Tehát mennyire szereted az elvont irodalmat, vagy a krimit, vagy inkább a szép irodalmat? Hát igazából én mindent elolvasok, nem mindegyik tetszik, de elolvasom és levonok egy tanulságot belőle. Sóti Gábor sikeres galambász is, most azonban kicsit háttérbe szorulnak kedvencei, mert most a tanulás a legfontosabb. Most igazából egy picit háttérbe szorult, mert itt volt a fél év, meg most a kimeneti vizsgára is kell készülni, és az most egy picit háttérbe szorult, viszont foglalkozok velük. Most az online térbe kerültek át ezek a versenyek, és meg inkább el is maradtak itt Karcagon is, de milyen az állományod? Hát igazából egész jók, most volt fiatal is rendesen, és egész jó minőségűek. Hát akkor reméljük, hogy idén azért már lesznek versenyek. Mi várható a következő néhány hétben, hónapban az év végéig, hiszen itt említettél 4 darab 4-est. Itt megígéred, vagy megpróbálod, hogy kijavítod? Inkább megpróbálom kijavítani. Megígérni nem merem, viszont megpróbálom kijavítani. De mit jelent számodra mondjuk a tanulás, amikor elérsz egy versenyeredményt, és dobogós helyezés vagy? Ez mit ad neked a következő versenyre, vagy mondjuk éppen csak a tanulásban? Hát ez igazából egy sikerélmény, tehát ez megmutatja igazából, hogy el tudtam érni, és még valószínűleg többre is képes vagyok. Tehát ez egy lendületet ad. És akkor ezzel mész tovább. Mi az a tárgy, ami a nagyon mumusod most? Hát a matematika.
Igazából nem nehéz, csak nagyon sok mindenre kell odafigyelni egyszerre. Mi az, ami a természettudományok közül érdekel? Hát igazából a földrajz is, és a biológia is, mert a biológiáról például jó tudni az állatok, vagy éppen az embernek a test felépítését földrajzból, meg azért hasznos, hogyha tudjuk, hol vannak Magyarországon belül és a világon is helyek. A gimnáziumba készül, ahol informatika szakra megy, mert ebben képzeli el a jövőjét is. A tiszafüredi járási ügyészség vádat emelt egy 35 éves kunhegyesi férfi ellen lopás vétsége miatt. A vádirat szerint a férfi 2013. március 13-án délután Tisza-Szent Imre településen haladt át személygépkocsijával, amikor észrevette egy francia buldogot. Hát szomorúan emlékszünk vissza arra a napra, március 13-án délután 2 órakor tapasztaltuk, hogy nincs meg Kárloszka, hogy eltűnt, és akkor mindenki elkezdte keresni Kárloszkát. Hát úgy derült ki, tehát mi este 6 óráig kerestük körülbelül, tehát utána is kerestük volna, csak akkorra jött egy hölgy, mint szemtanú, hogy ő észrevett, ő meg felismerte Kárloszt egy autóba. Ezután hívtuk a rendőrséget, 112-t, és akkor kijöttek egy órán belül, kijött a rendőrség, és akkor elmentek a helyszínre, ahol már ugye tudták a elkövetőnek a nevét, címét. Sajnos decemberben derült ki, hogy szívférges lett Kárloszka, és gyógyszeres és injekciós kezelést kap, 2 hetente Debrecenbe hordjuk el orvoshoz, és pont március 15-én, tehát 13-án tűnt el, és 15-én kellett vinni az orvoshoz, és mondta, hogy már víz van a tüdején, tehát Kárloszka meghalt volna, hogyha nem kerül haza. A rendőrök adatgyűjtés követően felkeresték a férfit Kunhegyesi otthonában. A férfi az elszámoltatás során megpróbálta titkolni, hogy ő lopta el az elkóborolt házi kedvencet, de az EBA rendőrökkel folytatott beszélgetés közben elősítált, lebuktatva új gazdáját. Így már nem volt értelme tovább tagadni az elkövetést. Én itthon voltam, és akkor konkrétan úgy láttuk, hogy ugye dolgoztunk, és amikor bementünk, hogy átöltözni, akkor észrevettük, hogy Kálosz nincs itt, és arra utaltunk rá, hogy Kálosz vagy elment, vagy ki tudja, lehet, hogy elment csavarogni, és aztán pedig kiderült az, hogy eltűnt, és ugye pedig ellopták, ugye. És elsőnek sajnáltam a kutyát, mert ugye beteg állapotban volt, szívférges volt, és ez, majdnem elkezdtem sírni Kálosz miatt. A járási ügyészség vádiratában börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben. Személygépkocsival haladt át Tisza-Szent Imre község területén, és meglátott az utcán egy francia buldogot. Ez a kutya a gazdája tudta nélkül kiszökötte az utcára, és a családi ház előtti utcarészen sétálgatott. A férfi megállt az autóval, betette a kutyát a csomagtartóba, és hazavitte Kunhegyesre. A tulajdonos bejelentése alapján a rendőrök adatgyűjtést végeztek, és néhány órán belül körvonalazódott az, hogy ki lehet az elkövető, ezért megkeresték Kunhegyesi otthonában ezt a férfit. Az elszámoltatás során a férfi igyekezett letagadni azt, hogy ő lopta volna el a kutyát, azonban a rendőrökkel folytatott beszélgetés közben a kutya elősétált az ingatlanból, így nem volt értelme tovább tagadni az elkövetést. A férfi többszörösen büntetett előéletére tekintettel a járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására, illetőleg közügyektől eltiltásra tett indítványt vádiratában. Az ügyben első fokon a Tiszafüredi Járásbíróság fog döntést hozni. 1859-ben épített népi stílusú gálféle szélmalom. A malmot helybeli téglából építette Gál Ferenc egy téglafallal. A város egyik legértékesebb műemléke az 1859-ben épített népi stílusú Gál-Gálszabóné Deákné-féle szélmalom. A malmot helybeli téglából építette Gál Ferenc egy téglafallal, bástyával körbekerített, dombszerű emelkedésen, hogy vitorlái jobban kihasználják a szelek energiáját. Az épület forgó tetőrésszel és 4 széllapáttal készült,
tornyos vagy holland típusú szélmalom, amely a 17. századtól terjedt el hazánkban. Az ablakokkal áttört falu szépen rendbehozott szélmalomban 1949-ig folyt a munka, búzát őröltek és szemes terményeket is daráltak. Utolsó működtetője Barna István volt. Az államosítás után kalapácsos darálót üzemeltettek az épület földszintjén. A városban régen 60 malom működött, közülük 11 volt szélmalom. Mára csak ez maradt fent, belső berendezése éppen maradt. 6 szinten lehet megtekinteni a technika-történeti szempontból is egyedülálló szerkezetet. Az első szinten az örlendők átvételének, illetve kiadásának a helye volt. Itt kapott helyet a felhordó szerkezet, az emelőszánkó és egy hasábszita. A második szint a lisztes pad, a daráló kiadó része és a malomkövek távolságát szabályozó szerkezet szintje. A harmadik szint a két malomkőjárat és a kőemelő eszközhelye. Itt történt maga az őrlés. A negyedik szint. Itt találhatók a malom legfontosabb mechanikai berendezései, a fő vagy úgynevezett királytengely, a sebeskerék és két darab kisorsó. Az ötödik szinten a királytengely átmenő szakasza és az ácsműhely található. A hatodik szint a vitorlaszárnyak energiáját a malomkövekhez közvetítő berendezések helyezkednek el itt. A szeles tengő, az úgynevezett nagy bálvány, a fogaskerekek és orsók, a tetőt szélirányba fordító, a fal síkján körbefutó fogasléc. A karcagi rendőrkapitányság orvadászat büntet, valamint állatkínzás vétség elkövetése miatt indított nyomozást egy vadásztársaság bejelentése alapján. A megalapozott gyanú szerint ismeretlen tettes egy bekerített gyümölcsös különböző helyszínein a drótkerítésen összesen 6 darab drótból készített hurokcsapdát helyezett ki, mellyel legkevesebb 5 darab vadnyulat fogott be. A bevezetett rendőri intézkedések adatai alapján a nyomozók azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 53 éves kisújszállási férfit, akit elfogtak és előállítottak a karcagi rendőrkapitányságra. A jogsértő férfi gyanúsítotti kihallgatása során a cselekmény elkövetését elismerte. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!